Még a tavalyi évben nyertük el azt a pályázatot, amelynek köszönhetően valóban meg tudtuk újítani a Vekerlei Kultúrház és Könyvtár könyvtár részét. Ez azt jelenti, hogy most már egy kicsit többen és egyszerűbb módon férhetnek hozzához a több mint 4500 kötethez, amely itt a Kultúrház könyvtárában található meg, illetve az elmúlt időszakban több mint 10 olyan rendezvényt látogathattak a kispestiek, amelynek során az olvasást, a könyvtár látogatást tudta népszerűsíteni a kultúrház, és abban bízunk, hogy a következő időszakban ennek a projektnek köszönhetően, amelyet az Európai Unió támogatott, és Kispest önkormányzatának nem kellett önrészt fizetni, tehát a teljes 20 millió forintot külső forrásból nyertük el, tehát ennek köszönhetően minél többen fognak ismét könyvet forgatni és könyvtárat látni. Ez azt jelenti az életünkben ez a pályázat, hogy a mi könyvtárunk, amely eddig egy szűk látogató réteget szolgált ki, főleg gyerekeket, családokat és időseket. Most a pályázati forrásoknak köszönhetően egy eszközbeszerzés révén egy technikai fejlődésnek lehetett tárgya, illetve népszerűsítettük is a könyvtárat és az ott folyó kulturális programokat ezben a pályázatban. Ezt a pályázatot mi 2010 nyarán nyertük el, és 2011 egész év volt a megvalósítás éve. A legnagyobb vállalásunk a pályázatban az, hogy a könyvtárnak a könyvállományát, illetve az adatait pontosabban digitalizálták a könyvtáros kollégák, bekerült ez egy országos hálózatba. Ez azt jelenti, hogy az olvasó rákereshet otthon, interneten keresztül, hogy a Vekerlei Könyvtárban milyen könyvek találhatóak, akár cím szerint, vagy szerző szerint, vagy tárgy szerint. Megnézheti, hogy ez a könyv éppen bent van-e, kölcsönözhető-e, hogyha éppen bent van, akkor előjegyeztetheti magának, illetve a nála kint lévő könyvet hosszabbíthatja. A pályázati forrásból egy saját önálló kétnyelvű angol-magyar honlapot is tudtunk csináltatni a könyvtárnak, amelyben gyermekszekció van, illetve a Vekerle történetéről, helytörténeti anyagairól is lehet olvasni. És hát a vállalásunk volt még, amit meg is valósítottunk az egy év alatt, hogy 10 nagy ilyen olvasás kultúrát népszerűsítő rendezvényt szerveztünk itt a Vekerlei Kultúrházban, aminek elég nagy számú látogatója volt, több száz ember. És hát ezeket természetesen szeretnénk folytatni, illetve azokat a rendhagyó órákat is, amelyben két vekerlei iskola vett részt, a Hungária átmeneti otthon és a Kóskároly általános iskola. Mind a kettő iskolából több osztály is jött, alsó tagozatosok és ötödikesek is a Vekerlei Könyvtárba, és nagyon népszerűek voltak ezek a rendhagyó órák. Ezeket is szeretnénk mindenképpen folytatni, mert nagyon nagy igény van rá. Ami a továbbiakban még gyümölcse ennek a pályázati fejlesztésnek, az, hogy meggyorsult ugye az elektronikus kölcsönzés által a kölcsönzési folyamat, hiszen ilyen vonalkódos leolvasó rendszerrel fogják a könyvtárosok kikölcsönözni a könyveket, ez gyorsabb, pontosabb. A honlapon keresztül az elmondott szolgáltatásokat igénybe vehetik az olvasók, illetve internetezésre ingyenesen 3 gép áll majd az olvasóknak a rendelkezésére, amelyet ebből a pályázati forrásból tudtunk megvásárolni. A könyvtár január 2-án nyit ki, és azzal a hosszabbított nyitvatartással, amivel már tavasz óta működünk, tehát délelőtt 9-től 1 óráig, illetve délután 15 órától 19 óráig, és szombaton van nyitva a könyvtár.